Jó, akkor felkerültek a címek. Felkerültek a képekhez a címek. Magából jól. Ki az, aki címet vegyít? Itt van mindenki, aki címet akar? Jó. Van, aki hangosabb nálad. Akkor mondom, szóval szépen sorba. A nézővilágtárból cigányok. Jó. Imolyanini. Jó. Bene Rozária. Jó. Bagyra János gazdálkodó. Nem jó. Szakács Lejna. Jó. Vörös László. Jó. A Bagyra János gazdája megvan? Igen? Jó, ott van a cseh, igen. Ez bocsánatos bűn, mert ugye normális, hogy egy névről nem sikerül megállapítani, hogy kicsoda, és ez sokkal gazdálkodóbb, mint a másik kép, úgyhogy ezt sejtettem, hogy ez ilyen tévedés lesz. A Nyugat-Szaharai Gáli, ott egy cím került fel. A Gáli az egy női név, és ott abban az esetben ugye a valóbeli képhez változó képet, akkor már helyez a helyére egy címet. És akkor még annyit mondanék el, hogy ugye látszik, hogy a képekről, hogy a feketével és a fehérrel már régóta jó barátságban vagyok, így a fekete-fehér képekkel. Ez már nagyon régóta jó barátságban vagyok, viszont a szürkékkel egy kicsit később kerültem jó barátságba, Brezi által, aki most éppen nincs jelen, egy jó barátunk, aki magas szinten műveli a fekete-fehér fotózást, és tőle nagyon sokat tanultam, és ennek köszönhető, hogy én is nagyon megszerettem a szürkéket, és olyannyira nagy barátja lettem a szürkének, hogy készítettem bort is, ami ugye mi más lehetne, mint a szürke barát. Ezzel a borral szeretnélek titeket megkínálni, illetve megindítani egy kocintásra. És köszönöm, hogy és persze azért hozzáteszem, hogy azért a legelszántabbak jöjjenek ezért a borért, mert tudom, hogy te akarsz így, de szoktál. Mert azért ez csak egy házi bor. Mi lenne, ha segítenék oda vinni a zárgárosnak, hogy meg oda. Jó.